Hát erre tényleg nem számítottam, hogy ilyen távolságra. Itt ragadunk a szigeten? Még volna, amit tanuljon. Ez zászlót kihúzza majd a csadok, szögbe zászlót kihúzza és rúgja szögbe. Passzolj te! Az epizód támogatója a premishop.ro, ahonnét a futballisták is öltözhetnek. Na hát, szerusztok! Nagy Golonfalva, Bögöz, derbit fogjuk megtekinteni. Golonfalva a negyedik helyen áll, bögöziek pedig nyolcadik helyen, de ez mit se számít ugye, hiszen egy derbiről van szó, és a derbiken nem számít, hogy ki hányadik. Az számít, hogy egy jó hangulatú meccset lássunk. Norrodkett a kámpő! Egészség Isten hozott pompásnak dolom falván. Vessen. Semmi nincs benne, valószínűleg. Most kiderül, hogy mennyit itt áll a tegnap este. Sokkal. Vonalán áruljoztam. Hát ez egyenes nem lesz. A bíz. Transfogarasi utat meghúzod ide, elrajzolod? Na bátyja, az elég, mert nem tud én. Jó lőtt! Most megyünk Iráktovához. Mit kell róla tudni? Azt kell tudni, hogy ez egy feneketlen tó, azt mondják. De megnézted, tényleg igaz? 100% hallod, ott haláztam. Akartunk hernyót szedni az aljáról, de nem kaptuk meg az alját, báty. Nem voltam. Hogy én ott a gagyát. Ugye éjszaka jöttünk ki ide, mert ugye a kocsmák bezártak, fiatalok voltunk. Nem volt hova menni diszkóba. Akkor még állt a kilátó, csak annyit jártunk ide sütni, hogy el kellett tüzeljük. A kilátót? A kilát, persze. Nem, ez vicc. Igen, tudom. Sajnos összedőlt, aztán reméljük, hogy lesz még belőle. Na de éjszaka is kijöttünk ide, kilátóba kiültünk, megpöszintettük azt a sörünket, amit hoztunk, beszélgettük. Disznónak a csiát akarsz vinni, de van elég. És ha te szereted magadnak is, mert a család főzelék a legjobb. Azon nőttél fel? Azt mondják, nagy majom vagyok, úgyhogy banánfán nőttem ki. Egy esőjel kapott jéggel 13-an ültünk be. Abba a kicsi faszon fabudiba. Nem mondom el, hogy az alsók biztos, hogy térdig álltak a gagyéba. Szóval a komámmal a ló hátáról fölültünk, egyikbe már felül leestünk, és a ló nézett, hogy két részig mi a faszomat csinál. Ez egy 3 hektáron fekvő tó, és így láposodik be. Szóval régen, mikor jöttél, mindig az ilyen buckákra kellett lépni, hanem elmentél térdig benne. És akkor így növi be a növényzet, és rendesen földréteget húzza. És egyre kisebb, és kisebb. De ez az, amelyikben búvárok voltak 7 méterig le, vagy az a másik? Hát, még most is benne vannak, mert nem jöttek. Ez, ez valamikor egy volt, csak ez így benőtte, nem tudom, hogy hívják szakszóval. Most el fogunk menni ahhoz a szemhez, a második szemhez, ahol van egy úszó sziget Európában, ilyen nincsen. Biztos vagyok benne, sőt, ez a sziget, ez olyan, hogy ha rámész, meg fogjuk lökni, akkor így mész itt a vízen. Csak lehet a másik. Most régen, amikor Misikének volt ereje, akkor el is tudta tolni. Uh-huh. Amúgy elvileg 7 méter a legmélyebb pontja, de ez egy feneketlen tó. Ennek nincsen feneke, mert még ahogy mondták, a búvárok se tudtak lejönni a fenekére. Vannak ilyen hússevő növények is, úgyhogy ügyelj, hogy lész belé. Csabika, gyere át! Nézd meg, hogy milyen. Tényleg járt körös korlát. Nem fogok. Gyere át, no. De mi, félsz? Hát de mit csináljuk túl? Zoka. Azért, mert itt elmondom a legendáját. Zoka. De arra, igen, hiába húztuk meg oda, hogy ez fúrva. De megmozdult. Hát. A kamera nem adja át, de érzem. Szemmel is látom. Azzal szoktuk mi is látni. Bejöttünk a szigátre, amit most elmozdítnak. És így, hogy fogunk kimenni, azt nem tudom. Ja, ők se, akkor... Jó. Ezt kifedezte fel, vagy hogy jött ez, hogy most itt? Olyan 1700-as években, amikor idehozták a jobbágyakat, bocsánat, a románokat, dolgozni, akkor itt egy szénbányunk. Ezek mindig dolgoztak a szénbányába,
Aztán az a helyzet, hogy mind megtanultak magyarul, és többen nem akartak dolgozni. És akkor ezt elrobbantották, és akkor... akkor végül falu ide hordta ki a vizet, hogy a környező szántókat azzal öntözték. Nem, ez nem... Ne, hülyéskedtem fel ezt. Legendája az úgy van, hogy volt itt egy asszony a családjával, úgy hívták, hogy Rákni. Ennek volt egy mostohán lánya és egy saját lánya. És ahogy szokott lenni, a saját lánya erősen csúnya volt. És a szebbik lánya, mostohán lány idők folyamán annyiféle bosszúságon ment keresztül, és annyit kezdett sírni, hogy abból keletkezett ez a tó. Így van a legenda. Jó lementünk, bossz. Orbán Balázs szerint. Ott jöttem be. Igen. Annyira eljöttünk, hogy menjünk, hol menjünk ki? Az a baj, hogy most pont nincsen sem arra kijárat, sem arra. Ja, akkor itt maradtunk. Hát akkor nektek jó meccsnézést, vagy jó meccset, játszodjatok, rúgjatok golokot, hajrá! Azok kedvéért, akik még nem jártak itt, tehát ez most nem a műsor része, én még így nem jártam, hogy arra fele is legalább 2-3 méter legyen, és arra is. Erre megoldást én most nem látom. Jó, hát akkor... Ez ilyen csár, hogy ide elhozzátok a turistákot, és akkor itt hagyjátok, és akkor mennyit fizetsz, azért visszahúzzátok. Hát de most fizethetünk, nincs be, visszahúzzanak, bátyja. Hát erre tényleg nem számítottam, hogy ilyen távolságot. Itt megadunk a szigeten? Ötig visszaérünk a meccsen, nem? Szélcsend van, barát. Az akkor nem jó. Akkor itt ragadtunk? Hát reméljük, hogy nem. Igyekszünk, hogy ne. Te ma játszottál volna a meccsen, nem? Igen, csak itt ragadtam. Van cseréd? Van cseréd? Van, mindig van. Akkor megoldják, akkor jó. Kösz. Akkor nem vagy itt maradtál. Ezt beszoptuk, bátyja. Nem, én átdobom a telefonomot, és átúszom, hogy passzok be is. Ah, lassan nekem is az lesz a legjobb választás. Hát itt nincs, amit ma. Hova mentek? Hát mi? Kezdődik a meccs, hát itt jába ülünk az egészen. Ne hülyéskedjetek, no. Ezek már itt ragadtak. Na, erőszak. Hát, ezek a barátok, látod? Nem kell ellenség. Azért vannak a jó barátok. De az a vicc, hogy ezt röhögjük, de ez tényleg ez történik. Hát... Ez nincs megjátszodva, ott kéne kimenni. Eltűnt. Írom a búcsú levelem. Mit írsz belé? Kedves családom, itt vagyok Ráktova mozgószigeti, de ahogy elnézzük, inkább távolodom tőletek, mint hogy közelebb kerüljünk. Nehéz pillanatok ezek. Bár írom. De fájó szívvel búcsúzom tőletek. Fiaim, feleségem, szüleim, rokonok, ezt egyszer írjam, ne? Mindenki felé tisztelettel, Szőke Zoltán voltam, még élő állapotban, viszontlátás. Misika, rajtad múlik három ember élete! Gyere, bajba vagytok, fiú! Én nem poénkodok, három ember élete rajtad múlik! Gyertek! Halott! Jó, Asztália, vízben! Nagy kosaras, nem. Köszi, Misi, most öltél meg három embert. Most jön az aligátor. Én azt hittem, ti velünk vagytok. Nem, kiveszünk a szarvú. Na gyertek, fiú! Kitépik a fát! Azt se bánjuk. Ez a fiú! Nem baj, igaz barátok, ilyenek. Jó, Csabika, itt jöttél át, ugye az oldalán. Itt mentem át, igen, de ott esd meg ki, de többet ide vissza nem jön. Na pedig Galamfalva szép hely. Galamfalva szép hely, na, most kivéve a szigátjai. Na, vissza kell most mondjam, amit írtam a családnak. Akkor itt van egy szép panoráma. Hova fogunk menni? Most készülünk ki a Csörtösbükk szirtjára, ami ott látható. Na, szép a kilátás.
Most mi a következő megálló? Hova megy, Mizsike? Következő megállunk az Kanyádi Sándornak a szülőháza. Ti ezt hogy élitek meg amúgy a csapatnáltok, hogy egy ilyen hatalmas ember született itt a falutokba? Mi erre büszkék vagyunk. Ez egy büszkeség, és mindenképp meg szeretnénk ugye mutatni, hogy ezzel is gazdagodják. Szabad-e, Rózani? Sokan, Rózani! Sokan járnak ide? Nagyon sokan. Amerikából is. Akkor most volt a versmondó ünnepi, aztán annak már van két év, a vírus előtt volt itt Amerikából egy fiatal ember. Én úgy értettem, kérdem, hol vannak megszállva, hogy Parajdon. És hát Aradot mond. Amin a szomboldogtalom. Ő azt mondta, hogy a nagyapjának köszönheti Sándor bácsinak, hogy ő nem felejtette magyarul. A nagyapja, mikor ment ki Amerikába, vitt egy kányádi kötetet, és azt olvasta. Na úgyhogy akkor Kanadából is volt itt a tavaly egy agyakfali születésű, egy rokonával. Keresztúról is voltak azok is Kanadából, úgyhogy sokan járnak. Itt mossuk amúgy a ruhákat, szőnyegeket, otthon nincs víz. A mezeket itt szoktad ki mossuk a mezeket, és mi, ami rajtam van? Két napot rá teszik, egy lapos házi szappan, na, főzzük egyszer a szappan, és abból jövünk, és itt mossuk. Van ilyen kicsi padok is azon. És kéne egy csere. Két fénykép, és egy buletin lehet venni. Ne, annak jó a sérője, biztosan mi Ronaldinho. Hányat tudsz pecegtetni a labdával, Ronaldinho? Négyes. Akkor le vagy igazolva a Nagygalambfalvára. Keresik a fotballistákat. Papa, nem szoktunk hallani, csak kefény. Hány éves vagy? 15. Halló, az elég. Jól utaztatok? Nem. Telefonon is elhagytam. A legjobban. Szóval jöttünk, hogy megnézzük a várfélét, amit a galambfalviak közmunkával közösen egyek gondoltak és felépítettek egy várat a falujukba, hát métes ne. Azelőtt viszont van itt egy borvízforrás, ezt megkóstoljuk, lássuk, hogy mit mondnak erről is. Nem borvíz, csak sima víz. Mit tudsz a forrásra? Ideg a víz. Ez most már úgy hívják, hogy bánatos király lány. Ez a maga csorg. A galambfalva község gát csinálta, tehát úgy kis galambfalviak, mint a nagy galambfalviak együttesen ezt itt létrehozták. Ugye ott a pálya, ott lesz a meccs ma. Én a hihetetlennek tartom ezt, és amikor képeken láttam, nem gondoltam, hogy vaj egyszer itt leszek. Már amikor elkezdték építeni, már akkor értesültem róla, de akkor még nem tudtam, nem volt meghívom a helyi csapathoz. Úgyhogy hihetetlen szenzációsnak tartom ezt az egészet, hogy egy ilyen dolgot véghez vittek itt, és megcsináltak önkéntes közmunkával. Én minden falunak azt kívánom, hogy egy kicsi galambfalva rájtőzzen belé. Kicsi galambfalvaknak a szelleme járja át a községeket, és alkossanak valami hasonlót, szenzációs dolog szerintem. Misika, itt látom a te nevedet, az mit keres itt? Hát az azért van itt, mert segítkeztem én is, amivel tudtam, részt vettem, úgy, ahogy még sokan mások. Ezt ha felveszed, akkor látsz itt. Ha jól tudom, több mint 300 név szerepel itt. Igen, 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 ez... Ebben születtél. A 30-as években levettem magamról, érted, én már szorított szűk volt, ugye most már kicsit fejszettem magamra, de fölvigyeztettem egy darab rót, amit értem magadóról. De akkor is olyan bimbója volt, látni direkt meg van hagyva a bimbójának. Ezt igen, mert tél volt, amikor lehettem, hideg volt, a merbimbom kiszökött, és azóta is így maradt. Cső volt a fajáncvágban, a faluban, amikor ezt fölött egy tudi 20. Az a középső, az a sírve. Az a sírve. Igen. És azt most nem akarom megmutatni, de ott az aranyér hátul. Hát azt most tudtam, ne! Meg az ott is benne, és megszabad érzik. Itt, ha elnézel ezen a részen, fog épülni egy pályázat alapján egy tanuszoda, amiből csak 4 darab van az egész országban, és abban 4-ből egy itt lesz pont galambfalván. Ugye strand, egy ilyen szabadtéri, és egy, ha jól tudom, egy sportcsarnok, ilyen edzőteremmel, stb. Mennyibe kerül a meccsetekre egy jágy ide, a VIP vagy innen a toronyból lehessen nézni? Hát az erősen drága, én úgy szoktam mondani, hogy szeszeszörlej, valami finom szalonna mellé. Igen, ezek azért vannak, hogy tudják, hogy ha
megverik ma a Dalafalvi csapatot, akkor nem lesz semmi bajuk amúgy, hanem meg lesznek hívva a bográsra, úgyhogy ennyi ennek. De állalészek kell elárgetve a bográs. Igen. Meg volt a turisztikai része a videónak, most pedig akkor irány a derbi, a Bögöz csapatát várják a nagy Dalafalviak nagy szeretettel ide a szomszédban lévő futballpályára. Hát Atikával a premiershop.ro nevében meg szeretnénk köszönni, hogy támogathatjuk a videódat, és hogy meg szeretnénk ajándékozni egy szerény, vagyis nem egy, hanem kettő szerény ajándékkal, úgyhogy fogadd el tőlünk szeretettel ezt. Köszönöm szépen nektek, legények, tényleg. Hát erre nem számítottam, hogy még külön ilyenes fog engem érni. premiershop.ro, ahonnét a futballisták is öltözhetnek. Sénes. Reggel van és felkelek, az ágyam nélküled nem meleg, már nem meleg. Magamtól menekülő álomból keltem fel magamban, tudlak-e szeretni ennél jobban, ennél. Nem akármilyen öltözővel rendelkezik a Galanfalvi csapat. Kijelenthetem, hogy az eddigi egyik legfaszább öltöző, amit láttam. Szerintem itt még melegvizes van. Megmutatom nektek, hogy én, hogyha valamelyik körzeti csapatnál játszodnék, miért félnék Galanfalvára jönni idegenbe játszodni, azért mert ugye itt a kicsi pad. Nem viselkedsz, vagy góltruktást lecseréltek, és ide lekerültél a padra pont ide. Ugye itt ilyen rés van, ott ülnek a szurkolók, s kapod a taslit. Hátam meget van a Nagy Galanfalvi vasútállomás egy része. Csináltam volt egy mémet még annak idején a Galanfalvi csapatról, mert volt egy kép a pályáról, amikor a vonat hátul mente, és megmémeltem, hogy ha itt a bíró nem viselkedik jól, akkor gyorsan felkerülhet a vonatra. Ha szerencséje van, akkor pont akkor a vonat, s meg tud menekülni, már elmén vele. És utána jött a meghívás a Galanfalvi csapattól, és hát itt vagyunk, Nagy Galanfalvi. Na hát, ezen szoktak a bíróhúsok megsülni, jelenleg még nincsen, ugye már még bíró se jött meg a meccsre, de nem kizárt, hogy a meccs végig ide kerül a húsa. Ugye hát szokás mondani Székely Menyei megyeibe, bíróhús teszünk. Repülök utána, sehol se találom, az útjaink egyre szétválnak, nem tudom, hogy mi erre, mennyit tudok az épp elé. Repülök utána, sehol nem találom, az útjaink egyre szétválnak, nem tudom, hogy mi erre, mennyit tudok az épp elé. De körül jár már a nagy óra, a szívem nem hallgat a józan szóra, józan szóra. Jó, csak ugyan. Köszi, nem felejtettem. Hát volt egy fogadás a Fortnádi meccse, ő azt mondta, hogy kikapunk. És aztán nem kaptunk. És nyertünk. És itt van, és megvette. És ennyi. Így kell szerezni 20 darab sőt. Mi vagy 26-os? 26-án születtem. Sepsi, ez a te céged, nem? Szóval úgy játszol a csapatban, hogy még az már szponzorizálod, és ezt te hogy éled meg? Remélem, hogy nem azért játszom a szponzorizálom, hanem azért, mert... Ja, nem azért vagy tízes véletlen sem, mert te szponzorizálod, nem? Akkor annyira jó vagy, hogy túl nagy volt a súlya, csak én mértem vállalni. Megérdemli a Sepsi a tízes meszt, mert... Még volna, amit tanuljon. Ezek látnak egy start érted, azokat veszítőszik föl. Aztán tudnak, nem tudnak tök annyit. Aki tényleg pályán van, az tegye oda magát 100%-ba. Oda kell tenni. Amelyik, ha lehet a 15 percet vagy a pályán, azon a 15 percen magadból mindent adjál. Futni kell. Lehet visszafelé is passzolni, nem kell örökké előre beléjük rontani. Ebből van. Mellé állsz közé, és nem hagyod, hogy forogjon, érted? Középpálya felé, itt ebben a felében egy faut is oké, olyan helyzet van. Nem mondja senki, hogy tőle a lábát, de van a helyzet. Lejje, fog meg, kicsit botlaszd össze, valamit csinálj. És ma egy ilyen derbi nap van, Bögöz az ellenfél, mit tetszik elvárni, mi lesz az eredmény ma? Hát csak pozitívan állunk hozzá, nyer. 1-0, 2-1. Ez a anya erre, amelyik jobb. Ezek nyerjedek, a jobb. A jobb van, bírjó.
Így van. Na. Innen tetszik nézni végig a meccset? Nem, megyünk oda középre. De reménykedünk, hogy Bögös nyer. Legalább. Igen. Bögös vagyok. Örökkétig elkísérik idegenbe Bögös csapatát, vagy most ugye közel van, derbi van. Hát, szomszédkösség azért hát, tetszett. Mindig jön. Mindig jön-e? Mindig jön. Hát egy 2-1-re. Az jó. 3-1. Nem lesz. Ennyire jó a csapat, a bögözi csapat? Hát reménykedek, jók a fiúk most. Megmondom neked őszintén, akkor a derbi, hogyha a Bögös le tudta győzni Galonfalát. De az nem volt ne, sokszor. Nem volt sokszor. Na, megifogottam. Készül, igen, készül a babgulyás. Mennyi lesz az eredmény? Hát, nem tudom, de remélem, hogy nyerünk. Na, megint az áskámezetben vagy? Igen. Megpróbáltam megszerezni, de ez egy ütött kopott. Ez az a mez volt, amikor le voltam fényképezve, de én a 20-assal, a 19-es és ez a 20-as, látod? Majd ígértem neked. Én 19-ben jártam, a 20-as kaptuk meg. Na ez a lényeg, ilyen máshol a megyeiben nincsen. Igen, ez a tiéd, drága barátom, ez egy vadvackor és egy bírs. Ugyanebből a főzdébe szállnak, szép üvegbe be volt csomagolva. Csak eltörtek kettőt belőle és átütött a mélyembe. A Rosztó kérdés. Ha mi? Hát egy eredmény csak tetszik tudni mondani egy tippet. Van a fia. Igen. 37-esben játszik egy gyermek. Hogy magának a fia ott játszik a csapatnál, jól van. Van a testvéremnek a fia, ott pedig kapus bögözni. Azt a mindenit, hát akkor ezért kérdeztem rosszul, akkor egy döntetlen kéne legyen, hogy nem. Jól legyen mindenki. Nekem nem? Mindegy, hogy jól van. Akkor, hogyha jól értem, akkor a bögöziek kapusa, ő Galonfal. Jó, érdekes. Akkor ez olyan, mint mikor mondjuk Figo átigazolt a Barcelonából a Real Madridba. Mi lesz az eredmény? Hát azt tudja a bánat. Te voltál az, aki a bírónak a szemével alatt akart fogadni. Odor, szépen fújja. Szemad, de alatt fogok. Bizonytalanság jár engem át. Az élet lineáris, mégis körkörös. Hajrá, Bögös! Ösztönös, repülök utánad, sehol se találnak. Az útjaink egyre szétválnak. Nem tudom, hogy mi erré, mennyit tudok az ép elé. Repülök utánad, sehol nem találnak. Az útjaink egyre szétválnak. Nem tudom, hogy mi erré, mennyit tudok az ép elé. Repülök utánad, sehol se találnak. Az útjaink egyre szétválnak. Nem tudom, hogy mi erré, mennyit tudok az ép elé. Repülök utánad, sehol nem találnak. Az útjaink egyre szétválnak. Nem tudom, hogy mi erré, mennyit tudok az ép elé. Hagyottok! Előre! Mondom előre, le! Mozogjatok te, mert így csak innen följön! Ez Dávid, ez Dávid! Ez Dávid! Dávid! Ne, Jó,
is oda fújta a fodóra! Menj a fodóra, baszd meg! De nem is volt semmi! Mi volt, baszd meg? Csatár elfutott a galonfalvi, de közel nem volt a kapushoz. A kapus kijött, felszakadt, hogy fogja meg a labdát, és leesett, de a csatár nem ért hezza. És kiesett a labda a keziből, és hát ugye bérugta a hálóba, de hát ugye a Biro bácsi, ő lefújta, mert hoppá, közben pezderkedés van. Tehát senki nem ért a kapushoz, úgyhogy ez van, amit a Biro fúj, az van, jött közben a vonat, kiáltották, és hogy mindjárt felrakják a vonatra, hogyha még sokat süket el. Azt a sikámod, hogy mi történt, mert ugye itt rúgható van a galonfalva egy gólt. Én az unokára amit... ügyeltem, én azt a fázis nem is láttam. Az igen! Én se hallja, ilyet sose. Én nem láttam, láttam, hogy ki zászlót kihúzza, valaki csadok, szögle zászlót kihúzza, és rúgja a szögletet. Ilyet nem láttam, soha az életemben van. Kapott esetben. 50 éves vagyok. Ez bévét tapad. Kihúzta a kornél zászlót, kapott egy sárga lapot, visszadugta helyre, beadta a kornélcs gól. Ez valami varázs, begazi varázslat. Na, ilyet még sose láttam. És ez megint. Jó! Vigyázzál! Ne csináljunk meg magunk, nem tették, nem tették! A nő, nagy bókat! A nőlelőm, no. Na hát tapogatózik galonfalva, meg akarja szerezni a szépítő gólt még a fél időben, hát hogyha vissza tudnak jönni. Ügyes vagy, Lackó! 3-1 lesz az eredmény, vagy 4-1, akármi lehet. Egyet harugnak a galonfalja, véletlenül. Mit gondol a meccsről? Hogy lá, hogy néz ki Dájg a meccs? Tetszik, nem tetszik? Gyöngé. És sőt, akkor még amit nem nézhet. Gurítsunk le egyet. Ilyen falutok, adj a sárgát nekem, pasz! Erre így állt, jó? Te, hát falutok kaptad, akkor én mi morgódj, amikor leserugom a második. Kezd ugyan a második fél idő. Passzolj, te! Gyere meg kirugást, te! Gyere meg kirugást, te! Hallod, de a murkomat elloptja a helyről, te! A szemed mibe volt, te! Rondj be, te! Azért véletlen is elrakjam végre. Nem akarsz felmenni? Most már nem. Felejtsd el, én csak sorozni jöttem most már. Hogy
örök a legjobb gyerek, akárhol, mert sporba, és mindig úgy hatánízve, akárhol, mert az így van, a jobbik, az is az így van, és tudom, hogy jobb, hogy házod, meg az bízni jobb, hogy házod. A házolta, minden. Én Izsák Huba iszok, de nagyon. Bögözi vagy Galambfalvának szurkolsz? Fizetésem Galambfalvára kapom. Ezután nem kapott, csak szólunk. Legalább a fotballon nem tudunk inni, jönni, jó tudunk. Na, ez a lényeg, egészség. Egészség. Turázni indultál el a sok borvízzel? Igen, igen, igen. Ebben van ilyen körte ízű, ásványvíz, ebben pedig ilyen szilva ízű. Milyen kérdek? Milyen kértek? Adom, szívesen. Ki a legjobb játékos a világon? Apa. Hát fáj, azt kell mondani. Most az imént elmondtam, hogy nem az a fészsák pityóka, de az ember báncs. Mert itt kaptam vigasztalódást, nem baj fiú, menjünk tovább, persze. Én is így a szurkolóktól kaptad? A szurkolóktól, hogy semmi bajuk mellettünk állnak, vereségbe, győzelembe, és ez nagyon szép dolog. De azért az ember báncsa, mert energia van belefektetve mindenki részéről. Nem volt meg az a löket, az a... Fenn vagyok a pályán egy 15 percet, annyit vagyok, de azt tegyem oda. Másik probléma, hogy kellene nekünk egy nagyon jó futó ember. Na, de ez a keretünk, ebből gazdálkodunk. Tehát akkor egy jó futójátékos kéne? Kellene egy-két jó. Azért jelentkezek, hogy én nem vagyok az. Két fényképség bulát. De mi megyünk tovább, megyünk előre, nem törünk össze. Volt egy hatalmas bírói hiba. Szinte mindenki szemszögéből, csak az övéből nem adott meg egy tiszta gót. Azt tudni kell, hogy ha mi vezetünk 1-0-ra, akkor más a morál. Ki is emelnék pár támogatót, hogyha lehet. Galambfalvi Tanácsot szeretném kiemelni, aki anyagilag támogat minket. A Sepsi Konszot szeretném kiemelni. Sepsi Imrát, aki ugyancsak anyagilag támogat minket. Továbbá köszönetet szeretnék mondani Kecseti Botinak, aki a designerünk, aki elkészítette a címert a Galambfalvi csapatnak. Köszönetet szeretnék mondani Mátyás Elgának, aki hétről hétre kinyomtatja nekünk a plakátokat, ami megtekinthetőek az üzlet ajtóján. Tehát a következő meccsről ki van nyomtatva, hogy ki van rakva a korcsomó oldalára a plakát, hogy ez a meccs lehet? Így van, így van. Boti... Hát köszönöm szépen neked az interjút, hajrá, akkor ősszel és nektek. Csak itt tovább, most az eredménytől eltekintve, csak itt tovább, mert amit csináltok, az lenyűgöző szerintem. Arra nagy Galambfalva. Biztos, hogy kihagytam sok mindenkit, de köszönhető mindenkinek, aki számára. Na Boti, úgy hallottam, hogy te csináltad a Galambfalvi csapatnak a címerit. Valami 3000 euró, vagy hogy volt? Az a kulisszatitkok, nem árulhatok el többet. De viccet félretéve azért én gratulálok, hogy van egy ilyen, hogy te ilyennel foglalkozol, hogy evel támogatod a csapatodot. Sok olyan csapat van a körzetiben, vagy akár a megyeiben, amelynek nincsen még címere. És szerintem ez egy klassz dolog, hogy te ilyesmivel foglalkozol. Honnan jött neked az ötlet, hogy evel támogasd a csapatot? Vagy... Hát igazából az úgy kezdődött, hogy elsősorban Misike felkeresett engem, hogy csináljunk a meccsekről egy plakátot. Készítsek valamit. Én összedobtam egy verziót, nagyon tetszett neki, és engem annyira felbíztatott ez a dolog, hogy úgy döntöttem, hogy akkor én átvenném a, úgymond a csapatnak a marketingjét, és akkor ajánlottam is Misikének egyből, hogy kéne egy Facebook oldal, ahol tudnánk a meccseket kirakni, az információ, stb. És akkor oda kéne a profilkép helyére egy címer, vagy egy logó. Akármelyik körzet is csapat felkeresne téged, akinek még nincs logója, szívesen segítenél neki, vagy nem, vagy... Én szívesen vállalom minden munkát, amit el tudok végezni, engem is előre visz, én úgy érzem, ettől én ezt szeretem, kiengedhetem a kreativitásomat. Elnézve a logótokot, a Galambfalvi logót, hogyha valaha angyalos a csapatot csinálok, akkor tudom, hogy ki fogok felhívni, hogy kéne egy logó. Én a Galambfalvi nevében is mondom, hogy köszönjük szépen, amit csinálsz, ez szenzációs. Én még ilyennel nem találkoztam az elmúlt 10 epizódban, úgyhogy hajrá, Boti! Köszönöm szépen. Visszatérve ahhoz, hogy a Los Angelesnek is csinálj logót, 3000 euró, euró alatt nem állok szóval. Simán, 4500-et tudunk adni, csak sajnálom. A hasonló hang nem, semmi van, hát megoldjuk. Fogadd el a Premisok és a csapat nevében ezt az apróságot. Ezt úgy gondolom, hogy megérdemled. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál egész nap. Köszönöm szépen. Reméljük, hogy nem unatkoztál. Jó, hogy ez nézd! Hát, bocsánat. És ezt direkt nem rámásztuk be, hogy a kocsiba férjünk. A 23 azért majd idén töltem a 23-at, a születésen. Így van. És 2023 is?
Ez az ajándék egy címér, úgyhogy ha kirakod a faladra, az minket nagyon megtisztel. Köszönöm szépen! Ádi, hány éves vagy, ha szabad tudni? 19. 19, ú, csajok, akkor lehet írogatni neki. Fusztottak tégedet egy góltól, ezt így ki lehet nyíltan jelenteni, mert az egy érvényes gól volt, ezt így mindenki megmondja, még az ellenféles aláírja, még a kapus is aláírja. Hogy mi történt ott? Kezdjük akkor a szituációval. Hát a kapus igazából így rám szökött, és kietette a kezébe a labdát, akkor egyet ordibált. De te mit csináltál az alatt? Semmit, tehát igazából semmit. Én annyit láttam, hogy te így csinálsz, a kapus a levegőbe puff kiállt a labdát, bérugott, nem gól, mert hogy... Na igen, szóval szerintem ott... Az alapjában megváltoztatta volna a meccset. Rá 5 perc egyből kaptunk 2-t, szóval. Menyei, ahol interjú közben bármikor megjelenhet egy pálinka. Én ezt már mondtam. Egészség. Itt van, hát ugye mindenki ismerős, és így felemelő érzés, hogy ismerősök előtt focizhatok. Úgyhogy... Csak azt tudod, hogy ma, ami nem rúgtál gólt, így hirtelen engem leigazoltak, úgyhogy én leszek helyette, a vetélytársad. Vetélytársad leszek. Két félképség bulletin. Csak körülbelül ez a meccs City Real lesz. City Real lesz? Tényleg, hát igen, hát Real Madrid. Csak nekik volt helyzetünk, igen. Real Madrid, Manchester City meccsen jártam. Hát igazából, taktika. Volna még három olyan játékos, mint én, akkor értünk. Ezt akartam hallani. Most már van egy vetélytársad, sajnálok, eddig játszottál ettől a fel, nem fogsz ősztő, de hát ez nem van. Vagy, vagy túléled. Akkor gyerünk. Leigazol Bögöz, ez van. Köszönöm. Na hát hiába, hogy nyert 4-0-ra az ellenfél Bögöz csapata, attól függetlenül szerintem meccs után itt jó volt a hangulat az öltözőben, mert hogy az a ládaser az kiürült, úgyhogy minden rendben van. Hát ez egy ilyen nap volt Nagy Golonfalvának az életibe, de rengetegen kijöttek meccsre, ezt köszönjük szépen nektek. De mi van teniszütő a kezibe akárkinek? Nem, ez lejött országról fotballozni. Teniszütő van a kezibe? Persze, azt hittem, hogy úgy játszodják a fotball. Ő mindig úgy hitte magát, hogy a kínai nagyfal. Mindig összeomlott. Kicsit gyönge csapatunk, de lesz belőle. Ez a futballcipő az a név volt, ebben tetszett játszódni? Nekem már más volt. Eve, kezdték. Nekem focit. Nekem most is van. Hajrá Golonfala! Gyerünk fiúk mindenki, hajrá Golonfala! Hajrá Golonfala! Ha se baj, kikapjunk, de mindig legyen buli. Én nem mondom, hogy stresszes a Mennyei megyei, de hogy az edző bácsi egy karton szivarat eldolgozott a meccs alatt, az fix info. Na hát innen a hazai kicsipadról most már Nagy Golonfalvi mezbe búcsúzok tőletek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt az epizódot, és ha megosszátok, akkor szuper emberek vagytok. Segítétek el a munkámot. Én Mr. Originality, azaz Csabika voltam. Ez volt a Székely Mennyei megyei 11. epizód. Találkozunk 2 hét múlva Nagy Ajtán. Az idei szezon utolsó forgatásán tyúkláb, rudláb mindenkinek. Feliratkozás mellett a csengőt azt nyomjátok be. Szerusztok! Oh, 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 oh.